Jó estét kívánok, ez a Bánó és Bolgár, a műsor mai vendége Szentpéteri Nagy Rihárd, alkotmányjogász, de mindig hozzászoktam tenni, ha egy műsorban vagyunk, aki mostanában politikai elemzőként inkább ismert, mint alkotmányjogászként. Egyébként nem tudom, hogy alkotmányjogászként mikor nyilvánultál meg utoljára. Igen, nem úgy kérdeznek, köszönöm a meghívást, üdvözlöm a nézőket, üdvözlöm a titeket. Van politológus végzettségem, sőt politológiát tanítottam évtizedekig tulajdonképpen, két végzettségem, de végtel is politológusként működtem, de valamiért alkotmányjogászként hívtak meg egy helyre, és aztán valahogy úgy maradt. Mert mindig úgy maradt, hogy Szentpéter Nagy Rihárd alkotmányjogász, de most visszatérve az eredetre, emlékszel, hogy alkotmányjogászként mikor nyilvánultál? Talán még az előző rendszerben, tehát 2010 előtt egy kereskedelmi televízióban talán valami népszavazási ügyben kérdeztek, és aztán úgy ragadt. De szerintem megnyilvánultál te akkor is, amikor, meg azóta is, hogy az ellenzék azzal a dilemmával küszködik, hogyha nem kétharmaddal nyerünk a választáson, hanem csak egyszerű többséggel, bár csak ez volna az egyetlen dilemma, de mindegy, reméljük, hogy ez. Akkor mit lehet csinálni az alkotmánnyal, és mit lehet csinálni a kétharmados törvényekkel, és akkor nem csak politikai elemzőként, hanem a másik tudásoddal és szakértelmeddel is szoktál válaszolni, nem? Igen, úgyhogy talán nem baj, hogy most ez a címke, mert úgyis most nagyon készülünk egyfajta alkotmányozásra. Hát aztán a választások után majd meglátjuk, hogy inkább a politikai elemzése, a politika tudomány művelése, vagy inkább végre valahára a kedves dolog, egy alkotmány megalkotása. De eljön az alkotmányozás pillanata? Egyszer mindenképpen el kell jönnie, mert ez így biztos, hogy nem maradhat. Ha már így most akkor erről kezdtünk el beszélni, ezzel az alaptörvényel, ami pillanatnyilag hatályos, nyilvánvalóan nem lehet sokáig élni. Ezt maga a rendszer is tudja. Ezzel a rendszerrel tulajdonképpen összefonódott az alaptörvény. Ráadásul a közönségünk is így képzeli. A magyar társadalom így tekint rá, ekként szereti, vagy utasítja. Na de a Fidesz is? A Fidesz is úgy gondolja, hiszen eleve nem törekedett egy konszenzusos alkotmányozásra annak idején 2011-ben, hanem kifejezetten, és ez nagyon különös így visszatekintve is, később is számtalan lehetősége lett volna az alaptörvény legalitásának az erősítésére. És ezt mindig elmulasztottam, nem úgy elmulasztottam, mindig az ellenkezőjét tette, mintha szándékosan arra törekedett volna, nagyon furcsa, akármilyen furcsa is, így kell kimondanunk, hogy ne legyen a társadalom egyik felének elfogadható a szöveg. Egyrészt azért, ami benne van, másrészt azért, ahogy létrejött, és harmadrészt azért, ami később került bele. Már önmagában a módosítások jelentős száma már eleve azt mutatja, hogy nem törekedett egy kifejezetten, egy hosszú életű, stabil alaptörvény létrehozására. Rögtön az ellenséget akarta ezzel is pozícionálni, hogy kérem szépen, itt a mi alaptörvényünk, tudjuk, hogy ez milyen, és ott van egy csoport, amelyik ezt nem szereti, ez az ország másik fele, lenyomjuk őket, mi erősebbek vagyunk, de legalább megvan az ellenség, aki nem magyar, aki nem keresztény, aki nem ilyen, nem olyan, nem amolyan, be lehet őket azonosítani. Na akkor minek mondták azt, hogy Gránit Szilárdság? Igen, hát az egy fordulat volt, egy publicisztikai fordulat, hát ez rájuk hát véget, és annak vissza, idején persze, ez nem annak persze. Tűnt azért. Igen, hát úgy tűnt, hogy ők megalkottak egy alaptörvényt, ráadásul ugye az alkotmány szót egyből kitörölték, mint a Magyar Köztársaságból a köztársaságot. Szóval ez olyan furcsa volt, hogy már az maga, hogy alaptörvény, és akkor erre rátette Orbán Viktor, hogy ez egy Gránit Szilárdságot. Vagyis, hogy mindenki tudja, hogy ezen nem lehet változtatni. Igen, nekem legalábbis ez csapódott le. Hogyne. Állítólag nem így volt értve, de mindegy, hogy volt értve, mindegy, de ez sem sikerült. De számtalan dolog nem sikerült. Sem a ízléstelen képekkel a kiállítás, sem az alaptörvény asztala. El is felejtettük pedig, milyen képkiállítás. Tizenakárhány festő. Mindegyik egyoldalas kép, igen. Meg ott volt az asztala, az alaptörvény asztala. Vagy az a kijelentés, hogy egy iPad-en született Brüsszel és Strasbourg között a vonaton, ugye, és ez nem is volt igaz ráadásul, és számtalan más. Úgyhogy nem volt igaz. Miért hát nem Szájer írt az iPad-en? Egészen biztosan, hogy nem egy szerzős szövegről van szó. És egészen nem? Biztosan, hogy... De nem árulták, hogy valaki még hát közleműködött. Ez is nagyon különös, hogy nem tudjuk tulajdonképpen ki a szerzője a szövegnek. Bocsánatot kérek. Igen. Az világos, hogy a preambulumnak, ugye a nemzeti hitvallásnak nevezett blaszfémiának, alig, hanem a legfőbb vezető a szerzője, vagy szerzőinek egyike. Ezt nyugodtan kijelenthetjük, mert mindenképpen büszke rá az illető, aki a rendszer megalapította és elnevezte.
De hogy a szöveg többi részét nem egyedül egy valaki írta, ez egészen bizonyos, nem csak hogy tucatnyi, hanem talán még annál is több szerzője van ennek a szövegnek, ezt egészen biztosan kimondhatjuk. Tehát ez nem is, de ez is azt szolgálta ennek kijelentése, hogy egy archaikus, ünnepélyes, pontosabban inkább ünnepélyes kedő és tublírt szöveget egy modern eszközön, ugye, és a vonaton írtak, tehát hogy mondjam, amit köré kerítettek a szöveg köré, ugye a dokumentum köré, hogy inkább a szívünkhöz közelebb álljon, hogy elfogadtassák tulajdonképpen, azok mind rossz ötletek voltak, egytől egyik. Egyetlen egy jó ötletet nem tudunk felsorolni, és ezt előre is megmondhattuk volna. Nem csak most 10 év után visszatekintve, hanem ott akkor is kimondtuk, hogy ez hülyeség, már ugye nem, már bocsánat, butaság, ostobaság ilyenekkel erősíteni az alkotmány elfogadottságát, legitimitását, mert ezek nem fognak beválni. Sőt, nem csak, hogy erre figyelmeztettük egykoron az alkotmányozókat, hanem többet magammal, hát talán százával is többen figyelmeztettük őket, hogy legalább bizonyos fajta gesztusokat, ugye mert alkotmányról van szó, nem a kormányzást osszák meg az ellenzékkel, szó sincs erről. De ami az alkotmányt illeti, ott eleve, ugye magából a szóból is következően tulajdonképpen, az alkotmány vagy az alaptörvény zsáneréből következően egy konszenzuális szövegalkotásra lett volna szükség. Nem azt mondom, hogy minden betűt az ellenzékkel együtt kellett volna írni, hanem azt mondom, hogy valami gesztust azért kellett volna tenni, valami utalást arra, hogy ez nem csak a miénk, hanem, hanem másoké is. Hogy itt a nemzet közös alkotásáról van szó, amire horribile dictu még büszkének is lehet lenni. A közönség nagy része nem úgy büszke rá, hanem kifejezetten lenézi. Olyan nyelvhasználatot enged meg a magyar társadalom az alaptörvénnyel kapcsolatban, amelyet egyetlen alkotmánynak magát tartó dokumentum se bírna igazából elviselni. Na de ha győz az ellenzék, viszont nem kétharmaddal, akkor szerinted el lehet és el is kellene kezdeni egy új alkotmány kidolgozását, függetlenül attól, hogy azt el lehet-e fogadtatni, de minden esetre legyen kész, mutassuk meg, hogy lehet demokratikus módszerekkel, széleskörű konszenzust keresve egy új alkotmányt kidolgozni, és hogyha kész van, akkor azt valami társadalmi vitára bocsátani, függetlenül attól, hogy az esélye meg lesz-e annak, hogy ezt elfogadják? Igen. Hát ez hosszú dolog, de azért valami olyasmit azért lehetne mondani, hogy egy jövendő alkotmányozást el kellene valamiképpen indítani, akár már a választások után is. Annak beismerésével, hogy ez hosszú ideig fog tartani. És talán érdemes lenne elfogadni valamiképpen a kettős alkotmányozás koncepcióját, amelyet a kényszer szült, amely abból áll, hogy egyfelől ehhez az alaptörvényhez valamiképpen hozzá kell nyúlni, hogy milyen technikával, az valóban nagyon nagy kérdés, sokan most már tényleg ezrével gondolkoznak ezen. Másrészt azonban egy új alaptörvény vagy új alkotmány előkészítésébe is neki kell kezdeni, ez párhuzamosan is mehet, tulajdonképpen az ember egyszer két dolgot is tud csinálni, és e két tevékenység azért hasonlít ugyan egymáshoz, de vannak jelentős különbségek is. Az egyik, tehát a végleges alkotmány megszövegezése valóban megegyezéses, tárgyalásos, jól átrágott konszenzusos kell, hogy legyen. Az alaptörvényhez való prompt hozzányúlás azonban bizonyos szabályok megkerülésével, felrugásával vagy lazábban való értelmezésével is elképzelhető adott esetben röviden, tájszerűen, és így tovább. Ennek technikája pillanatnyilag köztünk szóval még nincs teljesen kidolgozva, de nagyon is biztató jeleket lehet látni. Egyrészt erről a kérdésről, erről a most tárgyalt kérdésről, tehát nem a végleges alkotmányozásról. Elindult már egy értelmiségi közjogászi vita a folyóiratok hasábjain is, még a napilapok hasábjain is. Egyfelől másfelől pedig készül egy kormányprogram, egy majdani kormányprogram, ellenzéki pártok egyeztetnek különböző munkacsoportokban, és tudtunkkal erről a kérdésről is folyik egyeztetés, beszélgetés, úgyhogy mindkettő biztató. Egyik sem tart még a végénél, ami az értelmiségi, közjogászi, publicisztikai vitát illeti, ott inkább csak az ügyek fölmerülésénél tartunk. Egy végső konklúzió természetesen még nem fogalmazódhatott meg, talán a dolog jellegéből adódóan nem is lesz ilyen. A másiknál pedig az úgy hírlik, hogy valami közeledés már a pártok képviselői között elkezdődött, és szakértők bevonásával valami ötlet elsősorban az európai jog és a magyar jog viszonyára építve valami ki fog bontakozni. De hangsúlyozom, hogy ez arra a hipotetikus helyzetre készül, ami vagy bekövetkezik, vagy nem, mindesetre annak is van esélye, mint ahogy más opcióknak is természetesen van esélyük.
talán még azt sem ellentétben hogy... nem gondolom, hogyha ha a kormánypárt megtartja a hatalmát, őket semmi nem kötelezi arra, hogy átgondolják az ő általuk létrehozott alaptörvénnyel kapcsolatos kifogásokat. Eddig is működött, ezután is működik, eddig is mi voltunk igen. hatalmon, ezután is mi leszünk hatalmon. Minek nyúljunk igen. hozzá az alaptörvényhez? Én is ki kényszerít erre minket? Igen. Az, hogy mit mondanak az ellenzéki jogászok most, hogy vereséget szenvedtek, mondom, ez most az igen, a igen, szituáció, igen. amikor a kormány marad, akkor ők miért foglalkoznának bármennyit igen. is ezzel? Engedelmeddel én is ezt mondom, lehet, hogy nem teljesen... Nem, de te érthető. Azt mondtad az elején, hogy azért nekik is hozzá kell azért nyúlni ehhez a dologhoz. Én meg azt gondolom, hogy egy frászt fognak hozzá nyúlni. Én azt állítom, hogy ennek a rendszernek a végleges megbukásával, ami mindenképpen bekövetkezik, hogy valamikor. Nem a, valamikor, így van. Hogy nem az én életemben, nem tudjuk, de minden esetre ez mindenképpen bekövetkezik, mert a rendszer tarthatatlan. Először is nem kompatibilis az európai joggal, másrészt nem életképes egy ilyen akárminek nevezzük, illiberális vagy egy hibrid rezsim, nem életképes, tehát ennek a rendszernek előbb-utóbb látjuk a végét. És az állításom csupán az, hogy az alaptörvény erre a rendszerre született, sőt ennek a rendszernek a kiépítését szolgálta. És ezt nem csak mi mondjuk így, hanem a közönség, tehát a magyar társadalom is így látja, ekként szereti vagy nem kedveli. Az alaptörvényt nem olvasgatja minden este, de azt tudja, hogy ennek a rendszernek ez az alaptörvény a szimbóluma, amidőn ez a rendszer megy, majd meglátjuk, hogy milyen módon és mikor. Lehetne spekulálni, de hát minden esélyletalgatás változó, ahogyan a napok telnek, majd meglátjuk, hogy fog alakulni, akkor ennek az alaptörvénynek is előbb-utóbb mennie kell. Az állítás ugyanakkor az, hogyha csak kicsit bukik meg a rendszer, akkor egy darabig, én legalábbis ezt mondanám, együtt kell élni ezzel az alaptörvénnyel is, de hosszú távon tartatatlan, hogy ez az alaptörvény legyen Magyarország alkotmánya, hogy ilyen egyszerű szavakkal fejezem ki magam, vagy a Magyar Köztársaság alaptörvénye, vagy akárhogy mondjuk is. Úgyhogy végtel is azt állítom, hogy ennek majd mennie kell. Ha azonban ez a hatalom marad a választások után, és akkor természetesen megtartja az alaptörvényt, és nem látom, hogy oka lenne változtatni azon a magatartásán, amiről eddig beszéltünk, hogy tehát még csak nem is törekedett arra, hogy valami szeretetet, pláne megbecsülést vagy tiszteletet alakítson ki a társadalomban az alaptörvény iránt. Nem azért, ami benne van, hanem hogy egyáltalán az a beszédmód valamiképpen változzék, ahogyan a közönségünknek egy nagy része most az alaptörvényről beszél, vagy az alaptörvényre gondol. Nincs tisztelet az alaptörvény iránt, szeretetről pedig már nem is beszélhetünk természetesen. Úgyhogy azt állítom, hogy ez az alaptörvény akármilyen ambícióval született is, ez egy véges szöveg, aminek egyszer vagy előbb. Beszélsz, amikor ezt mondod, meg a nézők szívéből is, meg főleg abban a tekintetben, amikor azt mondod, hogy hát előbb-utóbb ennek a rezsimnek buknia kell, mert fenntarthatatlan, mert Európával szemben áll, meg ez a rendszer nem működőképes. Biztos? Jó, semmi sem tart örökké, ez rendben van. Ebből a filozófiai megközelítésből elfogadom, de Putyin is már jó 20 éve hatalmon van. Erdoğan is elég régóta. És ezek az új féldiktátorok, önkényurak, autoriter vezetők, minthogyha egyre nagyobb erőre kapnának, én nem mondom, hogy átveszik a hatalmat az egész világon, de ahogy Trump betört az Egyesült Államokba, és 4 év után sem könnyen sikerült őt kiakolbolítani a helyéből, azt mondom, hogy a világ nem a liberális demokrácia fantasztikus győzelme felé halad, hanem éppen ennek a rendszernek az aláásása felé, és egy újfajta tekintélyuralmi, parancsuralmi rendszer megerősödése felé. Itt van a legerősebb példa, Kína. Kína fokozatos nyitással nagyon szép fejlődést ért el, gazdaságilag is, társadalmilag is, politikailag is, szabadságban is, azt kell mondani, hosszú ideig, és aztán jött az új vezető, aki ezt a folyamatot visszafordította, nem látom, hogy a kínai rendszer repedezne, és lehet, hogy nem is fog még néhány évig vagy évtizedig, tehát nem annak az ideje van most, hogy ezek a diktatúrák vagy fél diktatúrák összeomoljanak, mert működésképtelenek. Mi mondatja azt veled mégis, hogy ez fenntarthatatlan? Igen. Valóban rossz időket élünk, nehéz időket élünk, és a jövőben nézve is azt láthatjuk, hogy bizony kritikusan kell figyelnünk az eseményeket és azok következményeit, de a kérdésre válaszolva csak azt lehet mondani, hogy a hitünk megvan. Nem csak abban, hogy itt politikai változások lesznek, hanem abban a rendszerben,
van szilárd hitünk, amely megmutatta életképességét az elmúlt évtizedekben, lassan már 100 évet is lehet mondani. Ez a liberális, vagy más szóval mondjuk jogilag kifejezve alkotmányos demokrácia, és ez egyértelműen erős rendszer. Az összes alternatívája, ami eddig fölmerült, nem volt képes hosszú távon még olyan áron sem fönnmaradni, nem kell felidéznem a 20. századot, milyen szörnyűségeket követtek el más rendszerek. Vagyis egyértelműen hihetünk ebben a rendszerben. Ha nem hinnénk, akkor nem csak, hogy nem lenne érdemes azért tennünk, hanem nem lenne érdemes egyáltalán gondolkodnunk. Hiszünk benne, egyértelműen. Csak éppen a dolgok állása igen. Most nem olyan, hogy hiszünk benne, hiszünk a morális felsőbbrendűségében, hiszünk a fenntartatóságában is itt tovább, csak amit hozzátennénk, hogy hiszünk az erejében is. A 20. század is arra taníthat minket, hogy ezek a rendszerek nem képesek legyőzni hosszú távon, ideig óráig persze igen, akár évtizedekig is nem képesek legyőzni ezt a rendszert, legalábbis ezen a kontinensen. Az említett példák más kontinensről valók, erről a kontinensről a 70-es évek Görögországát említhetnénk, ahol az ezredesek uralma után azért mégiscsak visszatért a demokrácia, Portugália példáját a 70-es évek végéről, amikor Salazar után mégiscsak visszatért a demokrácia, Spanyolország esetét mondhatjuk, Franco után ugyancsak visszatért, és ezek emberi tényezőkön is múltak természetesen, biológiailag is, ahogy tetszik, ugye, hiszen hát annyit biztosan elmondhatunk, hogy egyszer majd mindannyiunk élete véget fog érni, azt nyugodtan meg tudjuk ígérni, és az említett vezetők, Erdoğan is, Putyin is, hát életművének azért mégsem a közepén tart, hanem mondjuk a második felében, ha úgy tetszik, előbb-utóbb tehát számolnia kell azoknak a népeknek is az új vezető választásával. Magyarország sok szempontból hasonlít ezekre az országokra, és sok szempontból egyébként Trump sem egy fiatal ember. De a trumpizmus természetesen bőven tovább él, ezt nyugodtan mondhatjuk ma, ugyanakkor az amerikai liberális demokrácia erejében aztán végképp 200 év alatt azért bemozdította, hogy hihetünk. Magyarország esetében nagyon különös helyzettel állunk szemben, hiszen, és a részesei vagyunk, hiszen Orbán Viktor fiatalember, ugyanakkor Magyarország az Európai Unió tagja, Törökországgal együtt a NATO tagja is, az Egyesült Államokkal együtt is, úgyhogy itt jóval nehezebb, és ugyanakkor jóval könnyebb is a helyzet. Erről érdemes természetesen beszélni, de úgy összességében ezt mondanám, hogy a nemzetközi példák és a hazai tapasztalatok is, a Magyarország elmúlt 100 éve is arra taníthat minket, hogy van okunk bízni nem csak a liberális vagy alkotmányos demokrácia felsőbbrendűségében, hanem az erejében is. Ugyanakkor hát imádkozhatunk, hogy ne történjenek olyan konfliktusok, amelyben a liberális demokráciának be kell bizonyítania az erejét. Legyen inkább úgy, hogy békés megértéssel, belátással megyünk át egy alkotmányos demokrácia. Hogy végelyegülésben pusztulnak el az autoriter rendszerek. Legyen úgy. Igen. Legyen úgy. Mi hamarabb. De azért ez nem olyan könnyű. Hát nem. Ez nem olyan könnyű, és már a trumpizmust hoztad föl. A trumpizmus azért Trump nélkül nem nagyon működik. De most láthatod, összesen két nagygyűlést tartott Trump Amerikában, és mind a két nagygyűlésen óriási tömegek vettek részt, és vevők voltak arra az autoriter hangra, amit Trump megütött, és hát ha a bíróság addig, de hát Gyuri ennél ezt jobban érti, vagy jobban tudja, vagy markánsabb véleménye lehet lévén, hogy Amerikában volt tudósító, hogy hát amíg el nem kaszálja a bíróság azt a lehetőséget, hogy Trump indulhasson, addig még mindig meg lesz a veszélye ennek, és akkor meg lesz a veszélye annak, hogy hiába volt 200 évig demokrácia az Egyesült Államokban, most mégis átmegy egy ilyen diktatórikus rendszer. Igen, így van. Állandó veszélyei vannak. Ilyen veszélyekkel állandóan meg kell küzdenünk. Ha nem Trumpnak hívják, hanem más valakinek, akkor is. Az elmúlt 200 év mutatja azt, hogy számtalan veszéllyel nézett szembe a liberális demokrácia, és eddig még mindig túlélte, ezért van alapunk bizakodásra. Ugyanakkor természetesen aggodalomra is van alapunk. Igen, de éppen ebből a megközelítésből, ha azt nézzük, és nem is 200 évre visszamenőleg, hogy az autoriter, diktatórikus rendszerek, vagy feudalizmusban mégis a királyok, abszolút, majdnem abszolút hatalommal rendelkeztek, voltak köztük felvilágosultak, voltak gyilkosok, mindenfélék, de azok a rendszerek, ahol a hatalom egy személy vagy egy kör kezében összpontosult,
szintén életben maradtak, sőt hosszabb ideje vannak életben, mert úgy látszik az emberi társadalmak valamilyen módon úgy vannak fölépítve, hogy legyen egy erőskezű vezető. Ha szerencsénk van, az egy jó ember, tisztességes ember, humánus ember, és tudja is, hogy merre kell fejlődnie egy országnak, megpróbál nyitni, akár több szabadságot adni, ha pehünk van, akkor halomra gyilkolja, és négy vagy kerékbe töri az embereket, és így tovább. De azok a rendszerek, ezek a mondjuk így önkényuralmi rendszerek, ezek sokkal hosszabb ideje működnek a világban, és ma is vannak köztük életképes, hatalomra jutó és a hatalommat megtartani képes rendszerek. Én szívesen... de akkor az a kérdés, mielőtt válaszolsz, hogy miért igénylik az emberek ezt? Tehát miért nem jobb, ha szabadon élnek, ha szabadon elmondhatják, amit gondolnak? Miért igénylik azt, hogy valaki fönt szabja meg, hogy ő mit csinálja? Ennek nagyon nagy irodalma van, és nagyon élvezem ezt a témát, hogyha tényleg hosszasan beszélgethetnénk, én inkább azon izgulok, hogy rövidre fogva tudjunk erről pár szót szólni. Van még fél időnk, úgyhogy nagyszerű. Szívesen hallanék példákat, nemzetközi példákat, hogy történetesen mely országokra utalsz, mert azért minden ország, de legalábbis minden kontinens azért nagyon jelentősen különbözik. A politikai kultúrájában minden esetre, ha csak a magyar politikai kultúrát vesszük, akkor azt mondhatjuk, hogy itt a demokráciának különösebb nagy, mély hagyományai nincsenek, de mondjuk történetesen a parlamentarizmusnak vannak. Sőt, a magyar politikai kultúra többnyire parlamentáris kultúra volt, parlamenti kultúra, ha úgy tetszik. Itt van egyfajta törekvés. Éppen igen, még pozsonyi országgyűlés is volt, mikor Petőfi éppen a szabadságért, függetlenségért harcolt itt Pesten, de létezett országgyűlés, és ott voltak magyar politikusok. Aztán belőle nemzetgyűlés, ahol Petőfit nem választották meg. Talán érdemes egyszer arról is beszélni, hogy miért nem. Ha már itt tartunk, nagyon érdekes, az a fajta választójogi kiterjesztés, amelyet az utolsó rendi országgyűlés elvégzett, az azzal a következménnyel járt volna, hogy végtel is kevesebben rendelkeztek volna választójoggal. Ezért tulajdonképpen az a kompromisszum született, hogy a meglévő választójogot már nem veszik el, és ezt terjesztik ki polgárokra is, persze nagy vagyoni cenzusra, és persze a nők kirekesztésével, és így tovább. Tehát azt mondom, hogy itt volt bizonyos politikai bölcsesség, és ez a graduális fejlődés, gradualitás pontosabban ez a bizonyos lépésenként való haladás, fokozatosság, ez más országok példája szerint beválhatott volna. Talán már említhettük, ha már erről szólunk, hogy 1848-49 az úgynevezett forradalom és az úgynevezett szabadságharc szerény megítélésem szerint a magyar történelem egyik mélypontja volt, és nagyon sok probléma származott ebből. Szeretem a Riádban ezt, hogy néha bemond egy olyan félmondatot, amitől mindenkinek a haja égnek áll, hogy mi? Szívesen megkapott-e a magadét a magyar nemzettől, majd csak figyelj. Igen, mélypontja volt. Mélypont volt 48-49. Valóban szörnyű politikai ostobaság volt, ráadásul morálisan is akceptálhatatlan lépések egész sorozata volt. Semmi jó nem származott belőle, viszont nagyon sok rossz származott belőle. Ha a következő viszont évszedek... olyan öntudatot adott a magyar társadalomnak, köszönöm a szépen. Petőfik és hasonlók révén, ugye azért ez fantasztikus, egy bizonyos forradalmi öntudatot is, meg a cselekvés képességét legalább ennek az érzését elültette az emberekben. De én nem így érzem, nem szabad. Ellenkezőleg úgy érzem, hogy éppenséggel a terror, az elnyomás és a cenzúra hónapjai jöttek el. Ezután a polgárháború, az egymás ölése következett. Ezután minden indok nélkül tulajdonképpen nem csak, hogy ilyen-olyan nemzetek, nemzetiségek egymásnak estek, hanem tulajdonképpen a magyarok különböző helyeken álltak. Rengeteg példát tudnék mondani, hogy mely családok, jó, hát mely ez tagjai. A konzervatív gondolkodás, szépen fokozatosan kellett volna eljutnunk egy polgári demokratikus társadalomhoz, és nem egy ilyen forradalommal, amelynek a célkitűzései lehet, hogy szépek voltak, de végül az ellentétében fordult át. Ezek a célkitűzések egyébként megvalósultak a Lajtán túl, tehát a birodalom másik felén, annélkül, hogy ilyesmi történt volna, úgyhogy maradjunk abban, de hát ez tényleg valóban messzire vezet. Maradjunk abban, hogy ez letérítette, nem hogy helyes útra térítette, hanem letérítette az országot a polgárosodás, maradjunk ebbe útjáról,
hiszen az 1830-as években a mindenki által ismert reformkorban és minden magyar által szeretett reformkorban valóban megkezdődtek bizonyos lépések. Ezt nem úgy kiteljesítette volna 1848-49, hanem megakadályozta a kiteljesítését, és hosszú évtizedekre itt bebetonozott egy senki által nem kívánt rendszert. Jelezem egyébként a gazdasági fejlődés tekintetében éppen az 1850-es évek, az úgynevezett neoabszolutizmus, bárhogy mennyire neo, az is vitatható, de minden esetre az abszolutizmus korszaka hozta el a legjobb fejlődést, a legnagyobb fejlődést a 19. században. Ennek a kiegyezés, tulajdonképpen véget vetett voltak éppen, a kiegyezés konstrukciója is egy hazugságon alapult. Ez azért érdekes, mert a pillanatnyi rendszer is egy hazugságra épül, vagy kettőre minimum. Hazugságok egész sorára, azt is mondhatjuk. A kiegyezés tehát ugyancsak egy általam nagyon is bírált konstrukció volt, számtalan probléma volt benne inherensen már a kiegyezés konstrukciójában, amely ugyan fönnmaradt hosszú ideig, az első évtizedben történetesen nem működött szinte, hiszen a magyarok bejöttek általam és borzasztó korrupció kezdődött. Ugye számtalan anekdotát is lehet erről mondani, a vasútépítés Panamáitól kezdve, Deák Ferenc visszavonulásáig és itt van. De aztán valamiképpen konszolidálódott a rendszer úgy, ahogy, és ez rengeteg embert kirekesztett voltak éppen, ez a konstrukció sem volt jó, és aztán nem kell mondani, hogy mi történt a 20. században. Az első világháború értelmetlensége, Trianon tragédiája és itt, és a többi dolgot már nem is érdemes elmondani talán. Mindenesetre összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a magyar történelem nem szerencsés történelem, de még ha szerencsésnek vagy hősiesnek, heroikusnak mondanánk is, sajnos ezt nem tehetjük meg, még akkor is azt kell mondanunk, hogy nagyon furcsa érzeteket tett be a magyar társadalom szívébe, akármilyen különösen hangzik ez, szociálpszichológiai problémákról van itt szó, edukációs problémákról épp úgy, mert itt tulajdonképpen a morális pólusok felcserélődtek éppen 1848-ban. A jóból lett a rossz, és a rosszból a jó. Ami helyes, vagy helyes lett volna, ami morálisan akceptálható lett volna, azt tartották éppenséggel rossznak, és az magyar történet tanítása azóta is így fogja föl, sajnos. És a rossz... Na mondjuk egy példát. Hát most hát kérek az, hogy történetesen a magyarok egy része. Számtalan példa jut eszembe, de mind olyan példa voltak éppen, ami egy-egy eseményről szól. De egészében véve azt mondhatjuk talán, hogyha 1848-49-ben épp úgy, ahogy a többi nemzet a kontinensen végig ráébred arra, hogy most ezt nem lehet megcsinálni, és néhány évvel később, akár csak egy évtizeddel később, úgy, ahogyan az olasz egység példája, vagy a német egység példája megmutatja, vagy akár a Habsburg Romanov kapcsolat megromlása megmutatja, erre a dologra, ami 48-49-ben kitört, később, akár csak néhány évvel később is lett volna lehetőség. Tehát azt mondjuk, lehetett volna szerves fejlődés, ez viszont szervetlen volt, és kisiklatta a magyar fejlődést, ez a te állításod. Ugyanakkor én nem hiszek a fejlődésben, de az bizonyos, hogy egy polgárosodásban igen, és a polgárosodás biztosan... Nevezzük azt fejlődésnek, egy polgárosodás. Hát honnan tudták volna 1848-ban itthon a pesti ifjak, hogy 1858-ban mi lesz? Hát ezt innen visszamenőleg könnyű elmondani, hogy hát tessék, itt volt az olasz egység, itt volt a német egység, na de ez akkor még kilátott a jövőbe. Még Nostradamus se. Volt, aki tudta, hogy ez rossz. De olyan nem volt, aki tudta volna, hogy mi lesz majd 10 év múlva. Ma se tudjuk, olyan, hogy mi lesz 10 év múlva. Olyan a világtörténelemben soha nem volt, aki tudta volna, hogy holnap mi lesz. De az bizonyos volt, hogy azt lehetett tudni, hogy ez most nem megy. Ha nem 48-ban, 49-ben ezt már lehetett tudni. Európa csendes, újra csendes, valóban. Ez a társadalomnak egy része, bár a magyar társadalom nagy része nem támogatta, nem csak az etnikailag más nemzetiségekhez tartozók, hanem a magyarok, a magyar etnikumok sem. Mindenesetre ez a fölkelés, ez a ribillió, vagy ez a polgárháború nem szolgálta ennek a nemzetnek az érdekét sem, mint ahogy most beállítjuk, de a többinek végképp nem. És hogyha Trianon okait keressük, akkor nyilvánvalóan a trianoni palota tárgyalásainak utolsó pillanataiban is történtek problémák, de már a 19. században is történtek problémák, amelyek végtére is Trianonhoz vettek. Azt nem mondom, hogy ez bárki is előre láthatta.
de azt valóban megnézhette volna, hogy milyen pillanatnyilag a nemzetközi konstelláció, milyen esélyei vannak itt egy nemzetállamoknak ezen a kontinensen, Európában, és különösen a Kárpát-medencében, ahol csak egymás a rovására jöhetnek létre különböző független nemzetállamok, milyen különös nem, de hogy most a nemzetállamokat ez a hatalom, amely alatt most élünk, mennyire szeretettel emlegeti, teljes furcsa számomra, ugye, az elmúlt 200 év után. Nos, hogy ebből csak probléma lehet, és hogy van, lehet, hogy van A, meg B, meg C variáció, és mindenféle opció lehetséges, mert a cselekedeteinkből következhetnek egyébként dolgok, de hogy ezek egyike se fog jó útra vezetni, az bizonyos volt. Ezt nyugodtan kimondhattuk volna, hogyha a 20 éves márciusi ifjak azon az egy napon történesen ezt nem látták, azt természetesen az ember el tudja fogadni, bár ott is lehetnének elvárásaink, hogy hiszen ők képviselték az intelligenciát, de jó néhányan közülük néhány évből már ezt már látták is, és ott nem kell mondani a különböző konzervatív szerzőket, Kemény Zsigmondtól végtelenségig, akik ezt, ha nem abban a pillanatban, de ugyanakkor, de néhány hónap múlva már láthatták, és azok a szörnyűségek, amik ott történtek, a gyilkolászások egész sora, az nyilvánvalóan ráébreszthette volna a közönség egy részét arra, hogy még ha ezekkel a célokkal egyet is lehet érteni, vagy egyet lehet is érteni helyes szórendben, akkor sem elfogadható az a metódus, az a mód, amellyel ezeket az állítólagos jó célokat megvalósítani kívánják. Úgyhogy itt messzire vezető problémákról beszélhetünk, de tulajdonképpen ez egy mellékágú. Most 2022-nél tartunk, és ott tartunk, és hogy... Igen. 2022-ről pedig azt mondhatjuk, hogy bár a török az orosz példa fenyegetően hat, de Magyarország mégiscsak egy olyan társadalom, amely valójában nem tekinti kompországnak ezt a hazát, hanem egy olyan országnak, amely nem kelet-nyugat között vergődik, hanem egy olyan társadalomnak, amely nyugathoz kíván tartozni. Ráadásul ez az érzet a magyar társadalomban 1000 év óta megvan. Közép-európainak lenni, mert ugye a térképen itt vagyunk, ezen nem lehet változtatni természetesen, és nem is akar senki. Közép-európainak lenni mindenek előtt annyit tesz, mint nyugathoz akarni tartozni, ha úgy tetszik. Keletnek veti a vállát ez a társadalom, és nyugatra tekint, és mindent nyugatról néz. Ez egy 1000 éves zsibbat vágy voltak éppen, hogy ez a társadalom, a magyar nemzet és a más nemzetek itt a térségben Nyugat-Európához tartozanak. Ez amely, más... Amelynek azért a jelenlegi hatalom, a jelenlegi kormány teljesen ellentmond. Mert ők keleti nyitás politikáját hirdetik meg. Egyetlen. Putyinhoz való vonzódásról van szó. Igen. És a többi. Tehát ami nyugaton folyik, arra kígyót békát kiáltanak, és azt mondják, hogy a helyes irány keleten van. Sajnos. Azerbajdzsánban, Oroszországban. Szerinted miért tudják ezt megcsinálni, ha a magyar társadalom annyira elkötelezett lélekben, és talán ennél konkrétabban is a saját tapasztalatai alapján a nyugat mellett. Igen, mert tulajdonképpen, amit eddig mondtam az utolsó néhány mondatban, az voltaképpen azt a célt szolgálta, hogy különbséget tegyünk a kelet-európai vagy keleti társadalmak és a közép-európai társadalmak között. Ugyanakkor érdemes szót ejteni arról, hogy mi a különbség a közép-európai társadalmak és a nyugati társadalmak között. Míg, én nem tudom, Dániában a kérdés nem vetődik fel, Magyarországon azért természetesen nem vitathatjuk, hogy felmerült. Erről szólt 1000 évünk. Éppen azt hangsúlyozom, hogy jól lehet, ez a kérdés mindig nyitva volt. A magyar társadalom többsége mindig egyértelműen döntött a nyugat mellett. Hogy a történelmünket bizonyos fokig úgy tanítják, vagy úgy fogjuk föl, hogy például a 400 éves Habsburg uralmat egyértelműen negatívan ítéljük meg, holott ez egy nyugati orientáció volt, ez valóban már bírálható. De hogy itt egy ilyen társadalmi érzet volt, az nem kérdéses. Tehát ez, ami most történik ebben a 10 évben Magyarországon, az a magyar történelem 1000 éves perspektívájából is megítélhető, és egyértelműen kritikusan vagy negatívan ítélhető meg. Vagyis természetesen itt volt egy örök harc, ha úgy tetszik, a kelet felé orientálódás és a nyugat felé orientálódás között. Jelzem, 1848 nem a nyugathoz vitt, hanem a kelethez vitt. A trónfosztás éppenséggel azért történt, mert ugye egy Romanovnak ítéltetett a korona, vagyis felkínáltatott a Szent Korona egy idegen uralkodónak, azért, hogy ne Habsburg legyen. Az orosz beavatkozás tehát, amelyet nagymértékben lengyel okok indokoltak, az nagyon is differenciáltan ítélendő meg.
De most visszatérve a jelen helyzetre, most tehát akármilyen történelmi példát mondunk, mindig azt látjuk, hogy itt van egy harc, és ezt, hogy ez a harc kik között folyik, itt különböző elnevezések vannak. Minden évtizedben tulajdonképpen máshogy hívatnak a keleti orientációjuk és a nyugati orientációjuk tulajdonképpen. Most is el lehet őket nevezni mindenféléknek, szovjetáknak és itt van. De voltaképpen ez a harc valóban itt volt, és ez a harc tulajdonképpen nem dőlt el csak a magyar társadalom szívében, és ezért 2004 az Európai Uniós csatlakozás jelentős lépés volt a magyar történelemben, hangsúlyozva, hogy a magyar történelem 1000 éves perspektívájából tekintve is jelentős lépés volt, és az embernek volt egy olyan illúziója, ha csak néhány percig is, hogy ezzel ez a kérdés, ez az 1000 éves kérdés végre valahára eldőlt, nem azért, mert most végre egyértelmű a konstelláció, mert mindig is egyértelmű volt a magyar társadalom vágya, csak a körülmények és részben a magyar politikusok miatt ez nem tudott igazából sosem megvalósulni. Ezért én meg is kérdezném szeretettel, hogy vajon tudunk-e ennél jelentősebb, jobb, kedvezőbb dolgot, mint az Európai Uniós csatlakozást, akár a magyar történelem 1000 éves perspektívájával nézve tudunk, is. Nem tudunk, de éppen ezért kérdés az, hogy hogy lehet, hogy Orbán részben erre építi a politikáját, és nem is sikertelenül, hogy megkérdőjelezve ezt a sok évszázados magyar tapasztalatot, érzést és meggyőződést, mégis nem egyszerűen a hátát veti oda a keletnek, hanem megfordul, és a kezét nyújtja, míg a másik oldalán, másik oldalra meg az öklét szorítja. Igen. Egyrészt egyszerű a válasz, másrészt bonyolult, ha szabad mondanom, hogy a kedvenc válaszomat mondjam, mert az ő motivációi egyszerűek, méghozzá kőegyszerűek. Ő hatalomban kíván maradni, és ezzel a demagógiával tudja a hatalmát biztosítani. Hogy ezt a magyar társadalom egy része miért fogadja el, az már bonyolultabb kérdés, de arra is azt tudjuk mondani, hogy azért, mert ez a harc mindig is megvolt, és tekintve éppen 1848-49 példáját, ha már felhoztuk, végül is nem bánom, mert erre akkor újra és újra visszautalhatunk. A magyar társadalomban belenőtt az az érzet, akármilyen furcsánk, de így kell beszélnünk, ilyen szociálpszichológiai kérdésekről szólva, hogy a függetlenség egy érték. Ugye a 400 éves Habsburg uralomra visszatekintve is azt mondhatjuk, hogy ott ezek a Habsburgoktól való megszabadulás, az ország, a nemzeti függetlenség, jelzem, az még egy nagyobb területen, a mainnál háromszoros területen volt gondolva. Nos, tehát, hogy ne össze-vissza beszéljek, azt szeretném mondani, hogy a függetlenség, a szuverenitás, ha úgy tetszik, a magyar fülekben mindig is kedvezően csengett. Én ezt elítélem. Tehát én nem láttam az elmúlt fél évezredben értelmét, minden esetre pozitív hatását a függetlenségre való állandó törekedésnek és a függetlenségi harcoknak egytől egyig kritikusan ítélem. Hanem behódolásnak kellett volna inkább működni? Hát most ez megint ezek a szavak, a behódolás valóban ebből a szempontból, tehát a magyar történelem tanításának a perspektívájából valóban a behódolás szó, ez egy akceptálható kifejezés. Én nem ezt a szót használnám történetesen, de azért, mert más szemmel nézek a magyar történelem egészére. Ha úgy tetszik, akkor nálad a függetlenség még mi az ellentéte? Hát Magyarország egy birodalom része volt valóban, évszázadokon keresztül, és a király történetesen valóban a magyar király nem Pest-Budán, vagy Pesten, vagy Budán, de még csak nem is Pozsonyban lakott, hanem Bécsben, valóban a magyar királyság határán túl lakott ugyanakkor, de ő viselte a Szent Koronát, ő volt a magyar uralkodó. Függetlenségnek ebben a kérdésben a felvetése, hát legalábbis kérdéses, nem? De hiszen végtel is hát van egy megkoronázott törvényes uralkodó, akitől elszakadni, adott esetben természetesen ez fölvethető, de lám, amikor elszakadni lehetett volna több ponton, akkor a magyar társadalomnak egy része mindig azt gondolta, hogy inkább maradjunk, és amikor radikálisan elszakítódott, akkor mindig olyan királyt sikerült valamiképpen kinézni, vagy királyjelöltet, aki nem lett volna semmivel sem jobb, sőt egyenesen rosszabb lett volna, mint a meglévő. De ezek megint olyan kérdések, amikről röviden nem könnyű beszélni. Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy van szociálpszichológiai vagy történelmi alapja annak, hogy ez a rezsim képes olyan húrokat megpendíteni a magyar társadalom szívében, lelkében, amelyre jól rezonál a magyar társadalom elsősorban az elmúlt 170-180 év edukációja nyomán. Mindenek előtt, akármilyen furcsa tényleg 1848-49 megítélése miatt,
Vagyis van annak alapja, hogy a magyar társadalom ezt valamiképpen kedvelje. És már sokszor szerette ezt a hangot. És mindig rádöbbenhetett, de sosem fonta le a kellő tanulságokat, hogy ez a hang nem jó, és nem vezet semmire, csak rosszra. Ez a halálba vezető út. Ezzel szemben van egy jobb út, a nyugati orientáció, amelyet a magyar társadalom többsége mindig is magáénak vallott. Vagyis nem a levegőbe beszél a miniszterelnök, amikor a szuverenitásról, a függetlenségről és így továbbról beszél. Ez rezonál a magyar szívekben, a magyar fülekben ez kellemesen cseng, és ennek az az oka, hogy a magyar társadalom nem tudott még ráébredni, hiszen most is olyan kérdésekről beszélünk, amelyek megdöbbentőek lehetnek adott esetben, nem tudott még rádöbbenni arra, hogy ez az út csak a pokolba visz. Köszönöm ezt a végszót. Hát elég szomorú. Vártam, hogy majd mivel fejezed be. Önöknek is köszönjük a figyelmet. A Bánó és Bolgár következő adásának vendége Csillag István közgazdász, volt miniszter lesz. Viszontlátásra.